Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön Call of Duty 4, hogyan rásoljunk? Hogyan rásoljunk Code 4-ben? Végig fogunk menni az összes pályán A-tól Z-ig, ami jelenleg kint van. És előre figyelmeztetek mindenkit, ez egy ilyen pure rush lesz. Tehát hogyan menj úgy végig a pályán, hogy tényleg, hogy figyelj oda, hogy hol lesz ellenfél, hol érdemes bedobni egy gránátot, hol érdemes vakítót dobni, hol érdemes akármit is csinálni, és mire kell figyelni, különböző szögekről fogunk beszélni, spawnrendszerről, spawnrendszer fordulásáról, és ezt minden pályán meg fogjuk csinálni. De előre figyelmeztetek minden, mivel, hogy ez frankórás, ezért néha be fogsz kapni golyókat, ezzel fog járni, idővel lesz egy videó, ahol fegyver ajánlásokat is fogok perk ajánlásokkal rakni, de mivel, hogy ez Code 4 Remaster, amiben én játszom, ezért itt lényegesen alakultak a szabályok a régi Code 4 szerver szabályokhoz képest. A szerverek jók voltak, mert sok-sok mindent lehetett betiltani, be lehetett tiltani Kempert, nem volt Juggernaut, nem volt GL, nem volt külön Martyrdom, Last Stand, nem volt, és főleg nem volt Camp. Na most, hogy ezek most nincsenek meg, és a játékosok campelnek, és emiatt átalakultak a szokások, úgyhogy azoknak, akik olyanok mondjuk, mint én, hogy nem bírnak 2 másodpercig megmaradni egy helyen, azoknak külön fegyver specifikációkat fogok feltölteni egy adott videóban, vagy az is lehet, mire ezt látjátok, már az is fel van töltve, úgyhogy ugorjatok el a csatornám, és nézzétek meg a Code 4 videókat, de én most tök örülök, hogy ezzel a játékkal fogok foglalkozni. Nos, attól függően, hogy kit választasz, születsz egyik oldalra, vagy másik oldalra, oké. Okay. Ezen az oldalon ide, néha oda szokott spóloltatni, ide szokott spóloltatni, ide szokott spóloltatni a játék elemiket, továbbá szokott még ide spóloltatni a játék elemiket, nagy ritkán előfordul, hogy ide spóloltat még. Akkor jön a következő oldal, hova szoktak még spawnolni, de még fogunk beszélni arról is, hogy hogyan fordul a spawn ezen a pályán, hogyan fordítsunk esetleg a spawnon, de szerintem a spawn rendszer megérek külön adást, azt kell mondjam. Tehát, hogyha erre az oldalra születsz, akkor értelemszerűen ide szokott még, oda szokott még, ide szokott még, oda szokott még, ide nagyjából, és van, hogy ebbe a házba szokott még, az a szivatósan, mert ha itt jössz, és ide beszpondol, és simán ki tud lenni, ne feledkezz meg erről a házról, vessél rá egy pillantást, hogyha arról jössz. Erről se feledkezz meg, nagyon fontos, enemy helit hív be, legyen benne nagy ideje, ezt lelövöd a rákba, ez tényleg egy hasznos dolog. Nos, jöjjön akkor, hogy hogyan rásoljuk végig ezt a pályát, című történet. Tehát tegyük fel, hogy ide spawnolunk. Javaslod, kinek mi tetszik, arra, avagy arra indulunk el. Kezdésnél érdemes középen menni, csak kezdésnél. Vagy itt eldobsz egy gránátot, átod a túloldalra, de jobb szeretem javasolni ezt az oldalt. Csak vigyázz, nem csak te dobsz gránátot, ahogy valahol ide fog landolni, hanem az ellenfél is fog dobni, és akkor kb. Egy ilyen magasságba érdemes eldobni egy gránátot, és jó esetben rá fognak sétálni. De légy türelmes, és várd ki azt, hogy dobjanak egy gránátot, vagy előbb dob ki, vagy előbb dobd el te a gránátot, de húzódj vissza, mert fognak visszadobni gránátot. Na most, hogyan rásoljuk át a túloldalra? Én mostnak, tehát ennek a pályának a legkritikusabb része az ez az útvonal. Ez az útvonal hihetetlen sok kempre ad lehetőséget. Az első, amire figyelni kell, az ott van fönt, és ezen a pályán nagyon egy red dot sightos M4, egy AK, egy valami, ami precíz, azt a részt ott le tudja fedni, és esetleg lelőni tudsz vele embereket. Általában én itt szoktam jönni, tehát többnyire, ha itt kijövök, tehát amire vigyázni kell, ha itt kijövök, én itt guggolva jövök, itt már fölállok, és nézem, de eleve nézem ezt a rést, amikor erre jövök, és akkor mikor jövök erre ezt a rést, és eleve zoomolva jövök, hogy akkor fel vagyok készülve rájuk, fel vagyok készülve esetleg rájuk, hogyha arról van szó, és a kocsik között is néha vannak olyanok, akik kijönnek középen, nem tudom miért csinálják, de néha megvan a módja, hogy kigyere középen, és akkor lehet ide benézni, de minden esetben nem futva, hanem benézel. Arra ugye ez a gödör nagyon praktikus itt, arra ugye, hogy van, hogy néha itt megbújnak, szóval mindenképp itt, ha lelőttél valakit, nem lőttél le valakit, érdemes kicsit futni, tehát tegyük fel, lelőtted, vagy épp nincs senki, ha eddig a pontig elérsz, itt érdemes egy kicsit futni.
És azért is érdemes futni, mert hogyha látod, hogy jön valaki radaron onnan, akkor ez pont az a táv, hogy be tudsz ugrani. Szóval eleve, tehát ezen a távon itt nem fárad el a katona, és be tudsz még ugrani, és meglepni tudod az ellenfelet. De a másik módszer az az ugye, hogy ide jössz, és kinézed, és leginkább azt a szöget nézed, tehát legugolsz, vagy föl, és megnézed azt a szöget, azt a szöget. Ha nincs senki, vagy ha van valaki megfelelően, ha le tud lőni, lelövöd, ha nem, akkor úgy járta, kezdheted előről, és akkor voilà, c'est fini. Hogyha ez a radartól függ, hogyha tisztának mutatja azt a terepet ott, hogyha úgy adódik, akkor elindulsz erre, természetesen azért nem kockáztatod, hogy benézel, amire ügyelni kell, hogy ezt szeretik ezt a helyet, itt szeretnek megbújni emberek, és itt vigyázol, tehát gyakorlatilag itt is van egy olyan választásod, ha innen jössz, hogy így befutsz, kiugrasz, lősz, vagy csak így kifordulsz és lősz, ezt az utat mindig megnézed, de még azelőtt nézed meg, hogy ide elérnél, mert itt néha mocskosul megbújnak, és egy spawn is szokott lenni, ha úgy adódik. Na, de ezt az utat mindig megnézed, benézed. Én néha felszoktam nézni a házba, sose lehet tudni, ki van. Fölmész, és kifordulsz, és már ez a sarok tipikus. Azért, mert az ellenfelek innen szoktak jönni. Itt már szoktak gránátot, fénybombát, minden szart dobálni, úgyhogy óvatosan. Itt kerülöd a tankot, látod, hogy itt nagyon nagy a rés, de erre a résre is vigyázni kell, mert onnan simán kikempelnek. Ha nincs valami jó grafikakártya, és lemolvő a felbontásra, nem is látod azt, aki ott van. Szóval gyakorlatilag, hogyha már itt vagy, akkor el kell futni a tank mögéig, és akkor kinézhetsz ide. Ha van még fringránátod, van még gránátod, akkor itt érdemes dobálni egyet, ha jön valaki. Ha nem jön valaki, akkor betérsz szépen, és folyamatosan zoomolva, tehát az a rész, ahol nem futsz. Mert az ellenfélnek nagyon kényelmes lesz innen lelőni téged, és akkor a kocsinál megpihensz egy darabon. Szóval ezt szoktam javasolni, és akkor ide így befordulni, esetleg azt kilőni, és akkor így menni tovább, vigyázni arra a spawnra, és itt már türelmetlenek a játékosok, tehát ideig sikerül eljutnod, és az itt ragadt játékosokat, ugye az itt ragadt játékosokat akarod kiszedni, ők már türelmetlenek, és azt az útvonalat választják mindig, tehát itt valahol így szoktak elfutni, úgyhogy ezzel az útvonalon teljes értékben előnyt fogsz szerezni azon, hogy itt mész, és akkor lehet itt tovább jönni, és esetleg, ha van még itt ragadt játékos, akkor fölmész a házba, mert szoktak azért itt kempelni sajnos túl sokat. Ne feledkezzél meg erről az opcióról, hogyha arról az oldalról, tehát ezen az útvonalon közelítenéd meg a dolgokat, akkor ne feledkezz meg erről az opcióról, itt néha azért jól ki lehet szedni egy-két embert, és akkor beszélgessünk, ja, egy ilyen visszafelé útról is gyorsan, tegyük fel, erről az útvonalról jössz, ezt itt mindenképp megnézed, na de a trükkje annak, tehát itt egy nyílt résen van, tehát itt egyedül így megyünk, tehát hogyha bejövünk erről az oldalról, ugye itt megnézhetjük, hogy van-e valaki, de ők, akik ott vannak, ők rohadtul előnyben vannak. Szóval, hogyha befordulsz, akkor igyekszel így jönni, és lehetőleg nem feltétlenül zoomoljál, mert itt a sarok mögött, ezen a sarok mögött kurvára meglephetnek. És az nem túl jó, és zoommal nagyon nehéz lesz ezt lekövetni. Szóval nem zoomolva jössz, benézel, és el tudsz jönni erre, és még itt ki tudsz nézni, és le tudsz szedni azokat, akik a spawnon vannak, vagy egy gránátot tudsz dobni nekik, mindenképp, és akkor vissza tudsz jönni egy kicsit erre. És mint ahogy mondtam, tehát azt figyelni kell attól függetlenül, de nem úgy figyeld, hogy folyamatosan, tehát futsz, oda nézel, jól nincs senki, akkor mész tovább, és tovább, és tovább. Megnézed, tehát arról ne feledkezzük meg, az egy kemper hely, azért, és akkor mész tovább, én a kuka mögött itt néha meg szoktam állni, mert ott a tank mögött szoktak lenni, ha vannak, irány nekik a gránát, és nagy a boldogság, és ezt itt nagyon nem szeretek. Ezt megszoktam, mert hardcore-ban innen kilőni azt, aki ott van,
Nagyon könnyű. Szóval azt, aki ott van, nagyon könnyű kilőni hardcore-ban, de nem hardcore-ban nem könnyű kilőni. Úgyhogy ha jössz erre, akkor elfutsz, legugolsz, és akkor így már nincs annyi rálátás az illetőre. És mielőtt betérnél, fölállsz. Tehát mielőtt betérnél, fölállsz, hogy gyorsabb legyen a mozgásod, mert aki van itt, azt leszeded, és be tudsz húzódni ide. És akkor mielőtt kitérnél, ezt eljátszod. És a ház, az fedezék. Tehát lehetsz így gyorsan lelövöd be, és egyelőre ide, mert nem tudhatod, hogy onnan jön-e valaki. Ha még fölötted van valaki, akárki, akkor is nézzel ide. Mert innen be előbb kiszeded ezt, és csak utána mész föl őt kiszedni. No most, hogyha ezzel megvagy, akkor mehetsz tovább. Természetesen itt ez egy kritikus sarok. Itt érdemes kijönni zoomolva. Oké, tehát azt is érdemes megnézni, és ebben az esetben, ha erről az oldalról közelítjük meg a pályát, ide csak benézel, ott, ha szoktak lenni, kiszeded őket, mindenki, és tovább jössz ide, mert ide spawnolnak, hogyha még mindig ide spawnol az enemy, akkor ide fognak spawnolni, ez ilyen 100% dolog, tehát ezt az útvonalat itt, tehát hogy ide jössz, kiszeded, és ide mindenképp eljössz, hogy lecsekkold ezt. Azért, mert ha ide eljössz, mögéd már nem nagyon spawnolhatnak, tehát oda-oda ritkán spawnoltad, mert már fordítja a spawn, de még esélyt ad azoknak, akik esetleg szabad területen vannak, hogy oda leszpawnoltassa őket, tehát abba a sarokba, oda, és ide. Szóval amikor te jössz, kiszeded azt, és kiszeded azt, aki esetleg itt spawnol. Na most Aimbus spawn rendszeréről beszélve, hogyha nagyon rá fókuszálva Aimbusnek a spawn rendszerére, azért mondtam, hogy gyere el erre, mert az Aimbusnál hajlamos nem mindig megfordítani azonnal a spawnt. Amíg van egy szabad terület, elég nagy a pálya, akkor beszponoltatja még oda az enemét, oda és oda az enemét. És akkor ezekre az útvonalakra érdemes odafigyelni. De amint a legtöbb pályán, amint... Ha azt akarod, hogy megforduljon a spawn, és azt akarod, hogy ezen a pályán ne spawnoljon frankon senki mögéd, mert hogy mondjuk killstreak közelbe vagy, és nem tudod már, hogy mit csinál, vagy el vagy veszve velem, és ha azt akarod, hogy ezen a pályán frankon senki ne spawnoljon mögéd, és megfordíts tudatosan a spawn rendszert, akkor el kell jönnöd erre. Érted? Mert ha eljössz erre, akkor távolabb vagy attól, aki oda spawnolhat, de a játék itt már frankon kezdi megfordítani a spawn rendszert, mert ugye társokkal játszol, ők jöhetnek onnan, amonnan, mindenhonnan, de ha eljössz ennyire ki, akkor a játék azonnal fordít a spawn rendszeren, mert itt érzékel téged, és nem fog betenni senki más. Ez egy tudatos spawn rendszer fordítás, tehát mindenképp el kell gyere teljesen ide ki, és úgy tud megfordítani a spawn rendszer. Az egésznek a hátránya annyi, hogy amivel hogy annyira kijössz ez a pályán, mire ide elérsz, addigra az ellenfelek már valahol itt fognak várni. Szóval az lesz a nagy probléma. Valami itt fognak várni, úgyhogy vigyáznod kell nagyon onnan. Ilyenkor például meg is fordul, és lehetsz a másik irányba, ha túl bizonytalan vagy. Erről az útvonalról itt, erről érdemes nem megfeledkezni, mert az ellenfél háta mögé tud vinni mindenképp. És elég kényelmes egy útvonal. Nos, srácok, nagyjából ennyi lett volna énből, és akinek van hozzáfűzni valója, ja, Kemperhely 1, akkor Kemperhely 2-t azt mutattam, Kemperhely 3-ot azt mutattam, és Kemperhely 4 az gyakorlatilag innen is szoktak a lépcsőről, Kemperhely 4 az ott van. Oké? Okay. Tehát az épület, viszont ne feledkezzetek meg csipások, vagy azoknak, akik meg mondjuk egy precíz fegyverük van, mint M4, G3 anyám kínja, és látják is azt, hogy mit lőnek, mert egy nagyobb monitor mellett vannak, erről nem érdemes megfeledkezni erről a helyről átlátsz oda, és át tudsz lőni, ha esetleg úgy van, hogy kempelnek. Létezik egy bug, nem bug, tehát ilyen glitch, ide néha beszoktak jönni enemik, tehát ha radaron valami furcsa van, akkor tud, hogy itt van bent, és akkor ide tudsz lőni, ki tud lőni, ha úgy van. Tehát kevesen ismerik, illetve sokan ismerik, de mégis kevesen ezt a helyet, mert nem használják ki, de szóltam, itt van, és kész. Nos, srácok, most tényleg ennyit volna, ez lett volna Aimbus, így gyorsban,
Remélem, hogy tetszett ez a stílusú videó, és hát a következő videóig, mint az elkövetkezendő egy-két napban fel lesz töltve. Sziasztok!